Szép estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ebben az esztendőben is a Szent István téren rendezte meg Székesfehérvár megyei jóvárosa augusztus 20-ai ünnepségét. Szent István napján átadták az elismeréseket, kitüntetéseket, Székesfehérvár díszpolgára címet, Pro Civitate díjakat, illetve a tiszteletbeli polgár elismeréseket. Nos, életművének és munkának elismeréseként Székesfehérvár megye jóváros közgyűlés Eribi Péter ügyvezetőnek, a Fehérvár Travel ügyvezetőjének, Székesfehérvár közösségének elkötelezett erősítéséért, emberbaráti szemléletéért, a szükségben élők támogatásáért, különösen a fogyatékkal élők életminőségének javításáért végzett munkája elismeréseként Székesfehérvár díszpolgára kitüntető címet adományozott vendégünk Eribi Péter. Köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. És ezúton is gratulálunk minden székesfehérvári nevében. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan elismerés az elmúlt esztendő Szent István díj és után, ami méltó helyre került. No, hát ismerkedjünk meg önnel, hiszen egy olyan életpálya áll ön mögött és előtt, amire azt gondolom, hogy mindenki felkapja a fejét. Honnét az indítatás, hiszen egy matematikus mérnökről beszélünk, de ahhoz, hogy valaki pályát válasszon, hivatást válasszon, ahhoz kell egy indítatás. Arról kérdezem, hogy fiatal fővel, gyermekfővel miként választotta a reáltárgyakat, hiszen ehhez, ha valaki elindul, akkor nyilván elhivatottság kell. Igen, hát általános iskolában a kedvenc tantárgyaim a földrajz, a történelem, az élővilág voltak egyébként, tehát akkor még nem volt ez a műszaki irányultság. Lehettem olyan 8-9 éves, és kaptam egy földrajzi atlaszt talán a nagyapámtól karácsonyra, és hát emlékszem, annak idején órákat töltöttem azzal, hogy nézegettem az atlasznak a különböző oldalait. Nagyon sokat olvastam, nagyon szerettem olvasni, sok útleírást, kalandregényt, Vernének szinte az összes magyarra lefordított művét elolvastam, azok ugye közismerten a világ legkülönbözőbb részein játszódnak. Ettől függetlenül azért hál' Isten jól ment a matematika és a fizika is. Egy nagyon jó tanárom volt általános iskolába, Kőszegi Gyulánénak hívták, és hát ő elindított 8-as koromban egy megyei fizika versenyen, amit hát így kissé váratlanul megnyertem, első helyezett lettem, és így szinte természetes volt, hogy a gimnáziumban fizika szakon folytatom a tanulmányaimat, ugye a Ciszterci Szent István gimnázium elődjében, a József Attila gimnáziumban jártam fizika tagozatra 4 évig, és ott ismét egy nagyon-nagyon kiváló, nagyon szeretetleméltó tanárom volt matematikából és fizikából, Teleki Sándorné, Kállai Mária. Nagyon sokat köszönhetek neki, és hát gyakorlatilag ezután szinte természetes volt, hogy a Műszaki Egyetemen folytatom a tanulmányaimat. Volt akkor egy ilyen speciális szak, matematikus mérnök szak volt a neve, részben mérnökök, részben matematikusok. Tehát ez volt az eleve elrendelés. Hát, mondjuk így, igen. De továbbra is tartotta magát, hogy érdeklődött a világ iránt, ha úgy tetszik? Így van. Sőt, aztán, amikor már egyetemre jártam, Budapestről Műszaki Egyetemre, akkor egyre inkább megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy majd mérnökként jó lenne olyan helyen dolgozni, hogy különböző külföldi országba eljuthatok a munkám révén, esetleg ott élhetek is. Nekiálltam angol tanulni. Gimnáziumban is tanultunk, de az nem volt túl sok, ott az orosz volt ugye a fő nyelv. Nekiálltam angol tanulni, és hát jellemző, hogy nagyon sokat jártam antikváriumba, és kerestem angol nyelven különböző útleírásokat, például a National Geographic újságokat, ami akkoriban még csak az antikváriumokban volt fellelhető.
És aztán igazából akkor kezdtem el utazni, akkor volt a lehetőségem, mikor az egyetem után elkezdtem dolgozni. Tehát kinyílt a világ egyik oldalról, másik oldalról tett érte, hiszen nyilván a nyelvtudás alapvetés mostanság, de akkoriban ez nem így volt. Akkoriban az oroszt elhanyagolta már, mint mindenki, örült, hogy túl volt rajta, ha úgy tetszik, és nagyon-nagyon kevés lehetőség volt utazni. Tehát megvolt az a motiváció önben. Így van, tehát egyrészt ugye az orosz volt a kötelező, de azt nagyon kevesen tanulták, teljes erőbedobással. Az angol tanítás viszont, hát mondjuk úgy, hogy nem volt az igazi, tehát igazából azt tanult meg annak idején angolul, aki erre külön odafigyelt, és erre nagy erőfeszítéseket tett. Említette, hogy utazott. Nyilván teljesen másként szemlélte az első időszakban, vagy már az első időszakban is úgy szemlélte, hogy igen, ehhez a világhoz szeretnék tartozni? Nem. Hát igazából a 30 éves koromig semmi közöm nem volt az idegenforgalomhoz. Érettségi után voltam először külföldön, akkor az akkori kelet-német országot, az NDK-t jártuk be egy barátommal. Egy kicsit már egyébként hasonlított a mostani dolgokra, olyan szempontból, hogy útikönyvek alapján jól felkészültünk, megterveztük az utazást, lefoglaltuk a szállásokat, és bejártuk az NDK-nak szinte valamennyi fontosabb nevezetességét. De ahogy említettem, igazából utána, miután elkezdtem dolgozni és pénzt keresni, utána nyílt igazán lehetőségem utazásra. Ez pedig annak a következménye volt, nem a fizetésből, mert akkoriban a fizetések meglehetősen alacsonyak voltak, tehát emlékszem, hogy 4000 forint volt a kezdő fizetésem 1985-ben az Icarusba, abból mondjuk Angliába két éjszakai szállást lehetett Igen. volna maximum kifizetni. Viszont akkoriban indultak az úgynevezett GMK-k, gazdasági munkaközösségek, tehát így munkaidőn kívül plusz munkával viszont már viszonylag jól lehetett keresni. Azt nem mondom, hogy nagyon jól, de mondjuk már megengedhettük magunknak, hogy 87-ben egy 3 hetes angliai körutazásra induljunk. Igaz, hogy mindenhol kempingekben laktunk, sőt olyan is volt, hogy még a kempingárát is megspóroltuk, és az autóba aludtunk, de végül is 3 hét alatt bejártuk Angliát. De ez egy áttörésnek, tehát mondhatjuk, hogy ez egy áttörés volt. Igen. Mikor fogalmazódott meg önben a Fehérvár Travel gondolata? Hiszen a rendszerváltás időszaka nagyon sok mindenre adott módot és lehetőséget, feltéve, ha valaki elkötelezett volt, hitt abban, amit csinált, felkészült volt, tehát gondoskodó önmagáról, és ha úgy tetszik, gondolt a jövőre. Igen. A Fehérvár Travel gondolata az még mindig messze van. Igazából egy véletlennek köszönhető, hogy az idegenforgalom közelébe kerültem. Ugye az Icarusba dolgoztam, és hát így a 90-es évek elején kezdődött az Icarusnak a hanyatlása. Hát ezt azt hiszem most így különösképpen nem érdemes ragozni, de természetes volt, hogy az ember próbált másfelé is kacsingatni. Elkezdtem tanulni németül, és véletlenül egy újsághirdetésen megakadt a szemem, az IBUS, a Fehérvári IBUS keresett külföldi útjaihoz idegenvezetőt. És hát akkor ugrott be, hogy hát miért ne próbálhatnám meg. Igazából a nyelvtudás valamilyen szinten megvolt, elég sok fele jártam már, addigra beadtam a jelentkezésemet, meg párhuzamosan beiratkoztam egy idegenvezetői tanfolyamra, egy ilyen egyéves idegenvezetői tanfolyamra, és 92 nyarán megkaptam az első idegenvezetői megbízásomat. Ezzel eldőlt a sorsa? Nem, még mindig nem. Hát néhány éven keresztül az idegenvezetés az másodállás volt, tehát dolgoztam továbbra is az Icarusban szoftverfejlesztőként, rendszerszervezőként, viszont hétvégeken, illetve a szabadság terhére idegen vezettem, illetve aztán később, kb. 94-től besegítettem a Székesfehérvári Albatorsz utazási irodába utazásokat szervezni is. És hát akkor fogalmazott meg bennem igazából, hogy én nagyon szívesen dolgoznék utazási irodába, jobban szeretném ezt, mint a
jelenlegi szakmámat. Dolog érdekessége, hogy jelentkeztem is az Albatuszhoz, hogy szívesen átjönnék, de azt mondták, hogy nincs felvétel az akkori vezetők. Ezt végül én meg is értettem, de ennek hát egyfajta következménye volt, hogy 96. februárjában megalakult a Fehérvártól a Kft. Nehéz döntés volt? Hát voltak bennem félelmek, igen, hogy egy ilyen kezdő, meglehetősen tőkehiányos utalási irodaként meg tudjuk evetni a lábunkat ezen a piacon. Ugye az utazásnál nagyon fontos az, hogy amikor valaki befizet egy utazásra, akkor fizet be, hogyha valaki ajánlja azt az utazási irodát, hogyha valamilyen szinten bizalma van, hiszen amikor megvásárolja a dolgot, akkor még semmi nem történik, majd az utazásra egy hónap, két hónap, stb. Múlva kerül sor. Tehát hiába kvalifikált emberek szervezik és tesznek meg mindent azért, hogy egy utas jól érezze magát, azért fontos a hírnév. Hogyan sikerült felépítenie önmagát először is, hiszen ez a legfontosabb, hiszen az első számú vezetőnek kell leginkább bizodalommal lenni a munkája iránt, illetve a tevékenység iránt. Igen, hát nagyon nehéz volt az első egy-két év. Próbáltunk jó sok csoportot meghirdetni. Az első évben még csak szórólapokon, tehát 96-ban még csak szórólapokon. Végül is összesen 9 csoportunk jött össze. Ezek egy része kis létszámmal vagy akciókkal, de végül is összességében majdnem 0-szardóra sikerült kijönni. Hogy választott célt magának, mármint abban az értelemben, hogy útirányt, és az útirányhoz tartozó, ott azért teljesen, mondjuk azt mondjuk, hogy valaki elindul Görögországba, akkor Athén rendben van, de amellett számtalan lehetőség kínálkozik, tehát nyilván egy kezdő, ha úgy tetszik, utazási irodának ki kell emelkednie. Igen, de ugye előtte azért én már sokat utaztam egyénileg is, meg sokat idegenvettem, tehát voltak tapasztalataim, és hát ezek alapján próbáltuk összeállítani az első körutazásokat, illetve olyan is volt közte, például a Nagy Skandináv körút, ami korábban nem jártam, de nagyon szerettem volna eljutni oda, és akkor hát egy csomó utánolvasás árán végül is meghirdettünk. Tehát különlegességeket tervezett és valósított meg, plusz pedig a jól bevált úti célokat. Igen, igen. Hát meg egy kicsit arra is figyelve, amiből ugye hiány volt a magyar piacon. Olyan szempontból mondjuk szerencsés volt az időszak, hogy a régi nagyok, ugye ezek a Coop Tourist, Express, Ibusz, stb. Ebben az időben hát kezdtek veszíteni jelentőségükből, és abban az időben alakultak azok az utazási irodák, amelyek manapság is tulajdonképpen meghatározóak ezen a piacon. Folyamatosan fejlődtek, ugye ezt már tudjuk, hiszen ez már a közelmúltban történt. Egy kicsit már elérték, hogy akár a Verne 80 nap alatt a föld körült is meg tudná valósítani a Fehérvár Travel. Hogy választott munkatársakat magának? Hiszen egy bizonyos fejlettségi szint felett nyilvánvaló, hogy olyan kvalifikált munkatársakra van szükség, akikben ugyanúgy megbízik, mintha ön maga vezetné a csoportot. Így van. Hát ez a dolog egyik legfontosabb része, úgy gondolom. Tehát ha ahhoz, hogy egy cég jól működjön, jó, illetve még jobb kiváló munkatársak szükségesek. Úgyhogy erre a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyezünk. Jellemző módon, amikor állást hirdetünk, nálunk nem csak szóbeli interjú van, hanem mindig iratunk egy kb. két és fél órás írásbeli feladatsort is, ami úgy gondolom sokkal többet elmond a jelentkezőről, mint egy fél órás szóbeli interjú. Nagyon fontos, hogy a megszokott útvonalak mellett mindig újdonságokkal jelentkezzenek. Ennek ugye ez igény szerintem a 21. században, hogy különlegességeket is kínáljanak. Ezt hogyan sikerül megvalósítaniuk? Igen, hát ugye amikor indultunk, akkoriban évről évre jó sok újdonság volt, mert akkor még kevés utunk volt, kevés féle utazásunk volt. Manapság ez úgy van, hogy már van vagy 140-150 féle
utazásunk, hogy ezt mindet jól le tudjuk menedzselni. Itt már nem lehetséges az, hogy 10-15-20%-kal bővüljünk évente. Az utóbbi időszakban jellemzően 2-3-4 új utazás kerül bele a katalógusba. Hogy kerülnek be ezek az utak a katalógusba? Már évek óta az a jellemző, hogy hát egy olyan 1-1,5 éves előkészítési időszak van. Utazás kiállításokra elmegyünk, interneten utána nézünk, útikönyveket vásárolunk, útikönyveket rendelünk. Ezek alapján kitaláljuk, hogy mit is szeretnénk csinálni. Az úti célok döntő többségét előtte én magam bejárom, van úgy, hogy többször is elmegyek az adott területre, ott ugye megnézzük a nevezetességeket, a szállásokat, az egyéb szolgáltatókkal tárgyalunk, és utána áll össze az utazás, ami aztán belekerül a katalógusba. És hát nagyon sokszor újabban úgy csináljuk, hogy előtte az utazás előtt, mikor már konkrétan menne az utazás előtte, az idegenvehetőket is elküldjük bejárni. Tehát ha úgy vesszük az új utak, én azt mondom, hogy a siker és a menedzser szemlélet az kézenfogva jár. Tehát alaposak mindenféle értelemben. Igen, igen. Tehát az új utakra nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, és hát valószínűleg ezzel is van összefüggésben, hogyha egy utazás belekerül a katalógusba, akkor azután a hosszú évekig ott marad. Tehát ez egy sikersztori. Általában az emberfia, ha sikeres a választott hivatásában, bármi is legyen az, és kellő tőkével rendelkezik, nagyon gyakran önmagára gondol. Ön viszont egy másik útra lépett, ez 2008-ban történt. Honnét jött a gondolata, hogy létrehozza, életre hívja az alapítványt? Mi volt az alapgondolata? Igen, tehát igazából már 2003-2004 körül, mikor már viszonylag nagyobb nyereséget termelt a cég, már akkor volt egy-két ilyen jótékony projektünk, és aztán valószínűleg ennek hatására is egyre több igény jött, hogy támogassunk különböző alapítványokat, különböző szervezeteket, stb. Igen ám, de most mi alapján döntsük el, hogy ki érdemes a támogatásra. Meg aztán voltak olyan visszajelzéseink is, hogy mondjuk adtunk egy alapítványnak pénzt, és aztán nem feltétlen jótékony célra fordították a pénzt. És hát valamikor olyan 2007 körül egyszer csak jött az ötlet, hogy igazából az lenne jó, hogyha a Fehérvár Travel karitatív tevékenységének lenne egy saját szervezete, ami hát tulajdonképpen összefogja, koordinálja, menedzseli, ellenőrzi ezt a tevékenységet, és ez volt a Fehérvár Travel alapítvány. Tehát hol legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. Igen, és hát nyilván az a jó, hogyha ezt szakemberek intézik ezeknek a pénzeknek az elosztása. Ez egyfajta misszió. Hogy választott olyan célcsoportokat, akiket segít? Nagyon sok rászoruló van, bármennyire is felfelé ível az életszínvonal, de én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan csoportnak van szüksége segítségre, akik mindez idáig ebben nem részesülhettek. Igen, igen. Hát ugye többféle tevékenysége van az alapítványnak. Egyrészt negyed évente írunk ki pályázatot rászorulók, elsősorban fogyatékosok számára, és hát ez úgy működik, hogy általában ilyen 70-80-90 pályázat jön be egy negyed év alatt. Az alapítvány két munkatársa ezután bejárja ezeket a pályázókat, felméri a körülményeiket, és hogy tényleg jogos-e ez az igény. Ezeket leírják, fotókat csinálnak, eljutatják a kuratórium tagjainak, és negyed évente van kuratórium ülés, ott dönt a kuratórium, hogy kit támogatunk. Itt tényleg mindenféle rászorulók előfordulnak, de van egy olyan elv, hogyha, tehát nyilván a pénzmennyiség azért véges, amit ki tudunk osztani, hogyha
két egyforma pályázó van, akkor inkább azt részesítjük előnybe, aki fogyatékos. Mert hogy valamilyen szempontnak kell. Ugye 13 ilyen értelemben szerencsés szám, hogy eljutott, ugye 1995-ben született meg a kisfia. És 91-ben. És 91-ben, és 2008, tehát akkor 16-17 év, amíg eljutott addig a döntésig. Ha azt nézzük, akkor most hol tart ez az alapítvány, hiszen ez egy rendkívül fontos, nem Székesfehérvár szerte fontos nyilván. Hát ugye egyre újabb és újabb projektjeink vannak. A Szent Kristóf ház talán a legközismertebb. Őket a 2000-es évek, tehát a 2000-es évek első évtizedében, az évtized vége felé elkezdtük már támogatni. Az előbb kérdezte, hogy mi alapján választjuk ki. Hát erre egy nagyon jó válasz az, hogy a Szent Kristóf ház vezetőjét, Magyar Lacit személyesen is nagyon jól ismerem, és hát gyakorlatilag ott 100%-os biztonsággal mondhatja az ember, hogy jó helyre fordítódik az a pénz, amit adunk. Néha egyébként furcsa, de nehéz megtalálni azt a szervezetet, vagy azokat, akiknek a javára tényleg jót teszünk, hogyha... Igen. Egy tavalyi adat van itt nálam, hogy 10 esztendő alatt több mint 2000 pályázót támogattak 410 millió forint értékben, illetve ugye a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményére 138 millió forintot segítették. Tehát ez egy nagyon nagy összeg. Megkapja-e azt az elismerést, azt a készfogást, és itt most nem a díszpolgár, illetve a Szent István díjra gondolok, a hétköznapokon, figyelemmel tudja kísérni, hogy ezt a pénzt miként hasznosult? Hát igen, ezeknél a... Nem nagyobb, ellenőrzésre gondolok semmiképpen. Ezeknél a nagyobb projekteknél mindenképpen megkapom a visszajelzést, és tényleg nagyon hálásak ezek a fogyatékos fiatalok, ahogy a Magyar Lacék szokták mondani, hogy igazából felnőttek már. Nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni, és tényleg nagyon-nagyon jó érzés, mikor találkozom velük egy évbe, általában kétszer. De ugyanez a helyzet most két éve működtetjük az autisták klubját, ők is nagyon hálásak, úgy gondolom. Amikor így egyének pályáznak az alapítványhoz, amiről az előbb beszéltem, hogy negyedévenként írunk ki pályázatot, és akkor a megye minden részéből jönnek pályázatok, ilyen 70-80-90 negyedévente, akkor az igazából nem kötődik a személyemhez, tehát ők így nem tudják ezt, vagy hát a nagy részük nem tudja. Az egy más történet. Tehát továbbra is elkötelezett. Egy kicsit a Szent István díjról. Ez egy rendkívül rangot képvisel. Ugye Sobor Antal kapta meg először 2004-ben, és én azt hiszem, hogy minden egyes esztendő az idei ugye nem különben egy rendkívül méltóság és felelősség. Odaítélni és átvenni nem különben. Az idén pedig díszpolgár lett. Milyen gondolatokkal fogadta az elismerést? Hát igazából mind a kettő nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottam rá, de hát azt gondolom, hogy mindegyik tényleg nagyon nagy megtiszteltetés. Ebben a városban, ahol születtem, ahol iskolába jártam, ahol élek, ahol élnek a családom tagjai, a barátaim, nagyon szeretem ezt a várost. Tényleg nagyon jó érzés, hogy így megbecsülnek. Hogyan tovább? Vannak már tervei? Bizonyos vagyok benne. Hát különleges terveim nincsenek. Amit eddig csináltam, azt szeretném folytatni, ameddig a Jóisten erőt ad. Az utazási iroda választéka évről évre bővül. Remélem, hogy ezt még egy darabig tudjuk folytatni. Illetve hát, ha az utazási iroda nyereséges, akkor szeretnénk ennek a nyereség egy részéből a fogyatékosokat, illetve hát a rászorulókat
továbbra is támogatni. Igen, hiszen a hitvallását, hogy hadd idézzem, lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik, nem jó tett, hanem kötelesség. Igen, ez az alapítványunk mottója. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és jó egészséget kívánok önnek, családjának és minden munkatársának, és köszönjük, hogy itt vannak velünk. Köszönöm a meghívást, illetve hadd ragadja meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az önkormányzatnak, hogy engem jelöltek erre a díjra, illetve szeretnék köszönetet mondani a Fehérvártavel valamennyi munkatársának, idegenveltőjének, gépkocsiveltőjének, hiszen az ő kiváló munkájuknak is köszönhető, hogy megkaphattam ezeket az elismeréseket. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mai vendégünk Ribi Péter volt, Székesfehérvár díszpolgára. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!